Hello, Bandi! Bandiról annyit kell tudni, hogy egy nagy darab állat, rendkívül segítőkész, és a szakmájához igencsak hozzáértő ember. Amikor építettem a versenybuszt, akkor kuplumból ő segített, és hát tehát a rába motorokba, benne műszaki tartalomban, mit, hogyan, mi van, tehát fejben nagyon ott van. Én úgy érzem, hogyha valakinek segítség kell ilyen téren, akkor majdhogy nem Bandihoz irányítom. Tehát ő tudja itt a méreteket, meg tehát ebben a műszaki, igen, na, tehát Banditól tanulok. Mert ezen a téren többet tud. Nem szégyen tanulni, nem szégyen megkérdezni. És valamikor megkérdezem. És ő tudott egy olyan kuplungtárcsát a versenybuszba, aminek nincsen, hát egy kicsit trükkös kuplungtárcsa, hogy mondjuk ezt igaz. Úgyhogy Bandikám, nagyon szépen köszönöm. Kérünk a hétfőre rá, mert a hétfő, ha semmit nem csak, akkor is egy káosz, mint minden az életünkben. De hát most a sapka előre áll, én hátrafele megyek, de hogyha megfordítom, akkor szerintem így mennénk jó irányba, mert a hétfő mindig ilyen. A lényeg az, hogy a disztárcsát feltettük próbáról a buszra. Hány óra van? Baké, akkor majd megnézzük, hogy milyen hosszú kell. A szigetelő gumia, honnan akarom csinálni. Már kevés apróságok vannak a buszom, de most a disztárcsánál tartunk. Sikerült megoldást találni. Zoli meg Gabi ezt a dolgot megtalálták. Hogy látványban, hogy hogy képzeljük el ezt a disztárcsát, hogy hogy áll a buszom, azt is akkor megmutatom nektek, úgyhogy ma disztárcsa parti van. A disztárcsa, ez így mutat az autóbuszom. Próbálok egy kicsit ilyen szép profilt mutatni nektek, még itt van a Csíketelepen. Nem volt egyszerű feltenni a disztárcsát, már ezt lefestettük. Ez már egy másik történet. Itt egy gumiperemet talált Zoli, azt feltettük ilyen csavarral. Ez megvan. Lehetne erről misézni, végre fent van. Remélem ez a színhatás is elnyeri a tetszéseteket. Ez egyezi zománcozás, ezt a Picasso barátunk csinálta. Ő fúrta, faragta, reszelte. A hátsó disztárcsa, ez így áll. Tehát a hátsó disztárcsákkal, hogyha megnézitek ezeket a filmeket, ezeken a vagy képeket, a hátsó disztárcsák a farosokon mindig egy ilyen nyomorított hátsó disztárcsa van feltéve, amit meg is mutatok nektek, hogy milyen. Tehát ez a disztárcsa, ez a hátsó disztárcsa. Ez egy épp állapotban lévő hibátlan disztárcsa. Ezt feltenni, ez egy 20-szoros disztárcsa, amit a 20-szoros osztott trilexes, kerékpárcsás autóbuszra sem lehet feltenni, csak barmolni. Azt úgy szokták tekergetni, taposni, hogy a közepét kinyomják. A küllők eltörnek, elrepednek, és nem jó. Tehát legtöbbször a disztárcsát, valamikor a hátsót hátuljára is az elsőt tesznek, akkor, hogyha 22,5-szoros csőfelni van rajta. Autentikusabb a 20-szoros trilexes felni, az adja meg azt a kicsit, azt a hintázó, azt a... ezt az érzést a faroson, illetve amikor a laprugós 200-oson, még amikor utaztunk, akkor is ezt adta meg. Tehát akkor volt ez jó, hogyha szakszerűen szétszettél egy trilex felni, fordítóvassal meg összeraktál, és akkor nem sérült, akkor valamilyen szinten ki lehetett egyensúlyozni, tehát fakalapával, kalapáccsal tudtuk úgy összehozni. A disztárcsát, az a hátsót azért így fel tudtuk tenni, viszont miért ne? Egy disztárcsa sem megy olyan összerűen fel. Itt az olaj leresztő, vagy a feltöltő csavar a hátsó mellékhajtóműbe. Tehát itt az oldal lehajtásnál ez a csavar kitámasztja a disztárcsát. Hát most azt találtuk ki, hogy veszünk egy akkora, ilyen 36 mm külső átmérőjű imbusz csavart veszünk, amelyiknek a feje legalább 36 mm átmérő. És akkor a csavar száránál fogva csinálunk egy ilyen menetes, ilyen nívó csavart. Tehát ez itt be lehet tömve, ez nem érdekes.
amivel ugyanígy látéttel meg tudjuk támasztani, és ez a csavar feje nem látszik, mert az imbusz csavarnak belső kósnyílású lesz a lehajtója, és így a dísztárcsa el fog férni. Tehát, mert itt most jelen esetben itt ezt meg tudom ujjazni. Tehát itt ez a dolog így áll szépen, hogyha a csavar nincs ott. Tehát, és akkor egy másfajta leeresztő csavart csinálunk. Tehát ezt a titkot ezt azért osztom meg veletek, hogy ti is tudjátok, hogy ilyen tippet tudok nektek osztani, hogyha olyan csavart akartok, ahol nem fér el, akkor belső kusnyílású csavarból meg lehet ejteni. A duda közepét még csinálják, itt ezt a frontot még kell kiszigetelni, azt még mindjárt nekiesek, azt megtervezem. Egy kicsit ebben még majomkodni kell, tehát ez a dolgot még ragasztani kell, hogy jó legyen, mint legyen, szép is legyen, hasznos is legyen. Ez egy kicsit ilyen gondolkodós történet, de már nem sok híja van. Egyébként a hójelentés, időjárás jelentés Németországban jelen pillanatban, ott azért van hó, úgyhogy az autóbusz egyelőre marad. Tehát itt még nem süt a nap, nem tombol a nyár, addig ezt innen ki nem mozdítjuk, addig kicsit úgy simogatjuk. Itt már a költségek azért erre ráfogyott idők a sokkal kevesebbek. És hát ilyenkor mindig körbe megyünk rajta, nézzünk, hogy mit szeretnénk csinálni, azt megejtjük. Dolgozok, majd hamarosan jövök vissza. Ilyen kettős üzemanyag szűrő. Hát egy ilyen üzemanyag szűrőt tervezünk még beépíteni a farosban. Az a tulajdonos kérte, hogy ez ott legyen. Hát ezek a tankok párásodnak belül, hogyha nincs megtankolva teljesen, és hát van egy ilyen rozsdás, hát igen, rozsdás dolog, ami rozsdásodik, tehát a párától. Én azt tanácsolom nektek, hogyha a dízel terrorautótok van, érdemes szerintem egy kis denszert önteni az aljára, illetve önteni a tankba, ha meg van tankolva, egy ilyen 100 literhez egy ilyen fél liter denszert bele lehet locsolni, mert akkor az a vizet leköti, és az alján van egyébként. És akkor nem ez a vizesedés ezt meggátolja. Én amikor jártam a busszal, akkor én is öntöttem bele, használtam egyébként a denatural szeszt. Amit szeretnénk még mondani, itt a fiataloknak nagy az érdeklődése erre a csirketelepi dologra, és úgy gondoltam, hogy ha kedvetek van, itt majd munkaidő után, akkor egy kis ilyen heggesztés, CO-val való heggesztés történetet megmutatok nektek. Ki a faszom jött már? Mindegy, most már azt csinálom, amit akar, mert már csak én vagyok itt a műhelybe, azért van csend. Mindegy, Oliver elfér. Tehát itt a CO-val heggesztéssel fogok majd nektek itt ilyen nem iskola óra ez, hanem kevés. Tehát erre már jeleztek itt a fiatalok, hogy valami oktató jellegű legyen. Úgy érzem, ez a heggesztés, ez egy kicsit úgy azért tanácsadó. Ebben én is tudok tanulni, meg mások is tanulnak. Aki ebben okos, az tehát okosabb hozzászólásokat is tudnak. Az én gondolatomat megosztom vele egy CO heggesztővel, ez egy 180-as heggesztőgép, ami tudunk lemezt heggeszteni, varni, és akkor hogy kell, mire figyeljünk ebbe a dologba. Ez lesz egy kis ilyen oktató jellegű a mai napban, egy darab lemezt, egy vasat hozzáhegeztünk, és akkor majd mesélek róla, hogy csináljuk, mint csináljuk, ez egy ilyen 5 perces dolog, akkor majd legközelebb lesz majd a reszelővel való ismerkedés szerintem, hogy fogjuk be a satúba, meg a flex, vágás, ilyen kicsit, hogy mi hogy csináljuk. A fiatal korosztálynak mutassuk meg, hogy csináljuk egy kis kedvet a leendő versenyző társaknak. Hát, ha generálunk egy kis utánpótlást, hát, ha ezt a elég halvány fákját egy kicsit, hát, ha erősebb lánggal tudják majd vinni a fiatalok tovább. Február 9-e van. Egyébként a fotós barátunknak, a barátnőjének van ma a születésnapja, Melindának. Melinda, nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked. Messzerül a csirketelepről forró ölelés, de majd, hogyha közelünkbe kerülsz, akkor is le fogsz fagyni.
Évekhónapot tartunk ma. Egy SOS javítást kell csinálni. Egy kargón fék javítás. Ebben kicsit a dologban beleavatnak benneteket. Most nem akarok sokat beszélni. Most nincs kedvem, de menjünk dolgozni tovább. Gabi a főnök, csináljuk. Egy viszonylag egy fiatal Euro Cargo 12 tonnás teherautóról beszélünk, aminek hát már egyszer volt itt nálunk, kiolvasták, rengeteg hibakód volt, meg hát az előzményében is eléggé itten illetlen kezek ebben az informatikás ilyen keresztül beletúrtak. Nem tett igazán jót neki. Nem megfelelő szoftverrel, nem gyárival nyúltak bele, és egy kicsit itt belecsúsztak abba a hibába, hogy tele van a műszerfal hibakóddal. Most ennek a dolgát a Gabiék végignézték, nagyon ügyes sráccal jöttek megnézni, és az ABS hátul hibát adott, meg már a tárcsa is kopott volt, és itt ezt a féktárcsokat, amiket jöttek ide hozzánk, itt ezt lezsírtalanítottam, mert tiszta olaj volt, és ezt körberagasztom, és cinksprével, vagy horgansprével le fogom fújni, hogy ne egyből kezdjen el gyógyulni. Ez a bevonat némi védelmet ad neki, nem biztosít örök életet, de ennek a dolognak kicsit el tudjuk nyújtani az élettartamát, az időintervallumát, meg tudjuk hosszabbítani. Tehát az ABS-nél van egy ilyen, ez a jeladó, a állóhelyzetben van egy jelfogó, megfelelő távolságra kell lenni, ennek a még fogja a jeleket, a fordulatszám arányába. Tehát ezt már kitalálták már nagyon régen, de erről biztos, hogy többet tudtok ti is utána nézni az interneten, mint én erről beszélni. Tehát a Csepel teherautón nincs ABS, se blokkolásgátló, de dagonyázni tud. Most ez egy más kategóriás járműről beszélünk. Egyébként délőtt is volt egy másik Iveco, kisebb teherautó, amit leszervizeltünk. Viszont, hogyha ilyen munkátok, ilyen lehetőség van, amit csinálni kell ilyen járművet, futómű felújításban, abban a Gabiék nagyon precízek, nagyon otthon vannak. Úgyhogy most én is ezt csinálom, ebbe veszek most részt. Tanáccsal akarlak titeket ellátni, itt pedig az akklumátor sarúval való. Az akklumátor sarúnak a helyes megválasztása. Tehát függ attól, nem mindegy, hogy most Suzuki-t akartok, vagy éppen buszt akartok indítani. Tehát kicsi akklumátor, kicsi sarú, nagy akklumátor, nagy sarú. Ugye, világos. Ha a sarut, az akklumátor sarut mindig érdemes, mielőtt összerakjátok, megtisztítani, hogyha régit akarjátok megdrótkefézni, kicsit csiszolópapírral, drótkefével, kicsit drótkoronggal, tehát teljesen fémtiszta felületek érintkezzenek egymással. A személykocsiknál nem jellemző, mert a tízes kulcsa van meghúzva az akklumátor sarut. Tehát hatos csavarral van. Igaz.
Viszont a teherautóknál érdemes odafigyelni, mert sokszor találkoztunk már azzal, hogy az akkumulátorsarú eltört. Ez azt eredményezi, jobb esetben, hogy eltörik. Rosszabb esetben az akkumulátornak a pucuja elég. Az pedig egy óriási szívás, és mínusz 40-50 ezer forint egy ilyen akkumulátor. Itt megmutatom nektek azt, hogy egy új sarut tettünk rá, de itt is eltört. Tehát ezek a dolgokkal vigyázni kell, tehát finoman kell meghúzni. Tehát majdnem azt mondom nektek, majdnem, hogy úgy kell húzni körülbelül úgy, mint egy, hogyha 10-es kulcssal húznátok meg, mint egy 6-os csavar, finoman. És a kábelek, amik itt vannak rajta, ezeket is érdemes egy picit mindig utána húzni, amikor először össze van rakva, mert a köteg, a vezeték köteg idomul egymáshoz, összehúzódik, és egy idő után fellazul, és ott is kontakthibák szoktak lenni. Csak egy tanács. Ma évek-hónapot tartottunk, mint mondtam, tehát itt van egy ilyen fék problémával. Itt, hát így néz ki a doktortárcsa. Féknyereg lebontva, itt minden lepuszolva. Tehát ebben a dologban, hát itt sok minden nem használható már ebből a dologból, mint látjátok. Tehát ez egy már egy halom szarról beszélünk, és ez cserére szarul. De még egy fontos dolog. Ilyenkor ki van engedve a kézifék, illetve nyomásra kell tartani, hogy ne menjen el a levegő. A munkahenger ne menjen ki. Mert végülis ez a vestingnél tulajdonképpen az a lényeg, hogyha elmegy a levegő, ki van engedve a kézifék. A levegő, hogyha elmegy, akkor befog a fék. Ilyenkor kimegy a munkahenger. És akkor az viszont topás. Úgyhogy, tehát, hogyha hátul szerelitek, leoldjátok, mint itt látjátok, megmutatom. Ezt el is felejtettem. Táplálni kell folyamatosan levegővel a teherautót, hogy a fék ne menjen ki. Mert ha kimegy a levegő, elmegy a levegő, akkor a vesztink beold, úgy old be, hogy a fék ráfeszül egymásra. És hát az igen kellemetlen. Thank you.
Ezek hol vannak? Na, szépen ezek van. Egy rajomban. Itt egy kicsit belecsúsztunk egy kis gyors szervízbe. Itt a csavarok megtisztítása, még a bal oldalt a nyereg elő lett készítve. A nyereg az teljesen jól működik, nem megy vissza, nem szorul, a csúszkája nem lötyög. Tehát egy vizsgára alkalmas a nyereg szerkezete. Új betétek mennek a szerkezetbe. Itt is ugyanígy van. Jó tanács! Ide figyeljetek! Te, mikor bontjátok szét a differenciál művet, érdemes, amelyik ilyen difizál van, nem minden kocsin van difizál, viszont akkor úgy érdemes ezt javítani mindenféleképpen, hogy a difizálat kapcsoljátok be rajta, és egyszerre csak egy fél zengelyt húzhatok ki. Mert könnyen megeshet, hogyha leesik a kapcsoló gyűrű, akkor szét kell húzni, akkor diffi fedelet kell leszedni róla. Az még nem egy jó munka. Ezt csak egy tanácsként fogadjátok el. Ebben a projektben Gabi a fő irányító. Zolival együtt csinálják. Én mindenben segítek, tehát tulajdonképpen három kéz, illetve három ember hat kézzel pörög. Igen, jó haladta a mai nap. És ez délután délbe fogtunk hozzá egyébként, 4 óráig csináltuk, és holnap már ez készen lesz. Még elő kell megbontani, mert az ABS vezeték azóta tönkrement, azt ki kell cserélni, és akkor lesz még egy olajcsere még rajta, amit holnap még meg kell csinálni, gyakorlatilag holnap el is készül ez az autó. Ezen kívül volt még ma egy látogatónk is, aki hozott egy ülésvázat, tudja, hogy kell jönni. Fodrásznál nem volt, de csokit hozott. Egy polgári srác, a Benedek, aki nagyon szép panóniákat újít fel. Most egy oldalkocsis panóniát restaurál, azt szeretné OT-ra vinni, és annak az ülésvázát tisztítjuk meg homokkal, epoxival megszórjuk, és csináljuk. Tehát egy részletgazdag, teljesen hiteles motorkerékpárt hoz létre romjaiból, és hát igen precíz srác, őrültje ennek a dolognak, és látszik a munkáján. Tehát Pannoniában én úgy gondolom, hogyha csinálom majd a Pannoniát, akkor kérek tanácsot is tőle. Nem szégyen, ne szégyeljünk másoknak a gondolatát, amit megoszt veled, azt elfogadni. Hallgass végig, én úgy gondolom, hogy a fiattól, a gyermekeitől is lehet tanulni, én úgy gondolom. Holnap még ebben az Ivekóval küldünk, közben jön Imi bácsi is, ha minden igaz, és akkor a faroson is van még egy-két apróság, amit megbeszélünk, hogy be tudja fejezni. Jó éjszakát nektek, szavaztok!